Luxemburgi Zsigmond kora. Megelevenedik a történelem. Folytatjuk a sorozatot történelmi tükörcserepek Szalóczi Pál szerkesztésében. Zsigmond az első kora, uralkodónő, első rész, Mária királynő. A tragikus sorsú első magyar királynő Mária halálával férje Zsigmond, a társuralkodó, elindult azon az úton, amelynek végén Európa egyik legjelentősebb, de mindenképpen legbefolyásosabb uralkodójává vált. Zsigmond 5 évtizedéről ezzel együtt meglehetősen ellentmondásos ítéletet alkotott az utókor, amely, mint tudjuk, mindig hálátlan. Számos hosszú évszázadokra kiható intézkedése egyértelműen a fejlődés lehetőségét teremtette meg. Eszközökben sokszor különösebben nem válogató diplomáciai lépései inkább személyes sikereként értékelhetők, és inkább Európának, mint az országnak sorsát vitték előbbre. Katonai vállalkozásai jóval szerényebb eredményt hoztak. Nagy Lajos birodalma egyre zsugorodott, jelentős áldozatok ellenére sem sikerült az oszmán terjeszkedést megállítania. De nézzük egy kicsit közelebbről Zsigmond korát. Hát ha kiderül a sommás ítéletek igaztalansága. Mint tudjuk, minden kezdet nehéz. Ez a kezdet különösen nehéz volt. Emlékezzünk, Zsigmond már Mária jegyeseként is fegyverrel érkezett leánykérőbe, hogy érvényt szerezzen jogainak, amelyekbe még maga Nagy Lajos király helyezte. Sem a magyar urak, sem európai hatalmak nem lelkesedtek a német orientáció erősödéséért. Mindenki inkább a maga választottját szerette volna a magyar trónon látni. A küzdelem áldás volt és hosszú. Zsigmond többször kényszerült visszavonulni, de végül felülkerekedett. Az ingatag támogatottság láttán első dolga volt, akár mértéktelen adományozás árán is, saját vazalusainak számát szaporítani. Emellett igyekezett a korábban ellenséges főúri csoportok bizalmát jelentős engedményekkel elnyerni. Zsigmond alatt emelkedtek az ország nagyjaivá a cíleiek, rozgonyiak, ozoraiak, bátoriak, garaiak. Az sem véletlen, hogy a megözvegyült király néhány év múltán Cillei Borbálát, az egyik új arisztokrata családfő lányát vette feleségül. A belpolitikai helyzet további megszilárdítását szolgálta az egyház fokozott bevonása az udvar szolgálatába, egyszer s mind a pápai beavatkozás gátolása. Róma nem nézte ugyan jó szemmel, de Zsigmond elérte, hogy az úgynevezett pápai bullák kiadatását királyi engedélyezés előzze meg. Egyértelműen előremutató volt Zsigmond szerepe a városok és a városi polgárság jogainak erősítésében. Persze szándékait itt is a főurak hatalmának ellensúlyozása, sőt visszaszorítása vezette. Intézkedéseinek hosszú távú hatása azonban a hagyományos feudális társadalom szerkezet megváltozásához vezetett. A városok nagyfokú önállósága igen jótékonyan hatott a kultúra, az ipar és a kereskedelem fejlődésére. Az ország védelmi képességeinek növelésében is némi előrelépést jelentett, hogy rendeletben kötelezte a király a városokat védőfalak építésére. Zsigmond alatt Buda egyértelműen az ország központjává nőtte ki magát. A budai vár, a palota építkezések komoly európai rangú királyi székhelyé emelték a várost. Pápai szentesítéssel megalakult az Óbudai Egyetem, a korra jellemző összes teológia, kánonjog, orvosi és szabadművészeti fakultás beindításával. Kár, hogy alig másfél évtized múltán a nemzetközi rangot kivívott alma mater a feledés homályába veszett. Valószínűleg áldozatul esett a minden felemésztő hadi kiadások mértéktelen növekedésének. Az oszmán birodalom ugyanis
megállíthatatlanul nyomult Európa közepe felé. Zsigmond, érezve a veszélyt, megpróbált katonailag felkészülni. Királyhű főurakat gyűjtött maga köré a jól bevált recept szerint, birtokokat, várakat adományozva. Egyben kötelezve őket végvárok építésére és a meglévők megerősítésére. Elrendelte a telek katonaság megszervezését. A birtokosok kötelesek voltak minden 33 jobbágy után egy lovas íjászt biztosítani teljes felszereléssel. A hadi kiadások okozta pénzügyi zavart, sokszor várak, falvak elzálogosításával próbálta enyhíteni. Hogy mire jutott ezen erőfeszítéseivel? Sajnos nem sokra, de erről majd legközelebb. We'll be right back.